alternatív füzetborító. Véletlenül történelem füzeteket fognak ilyennel bekötni a gyerekek, tudnélik. Nem tudom, látják-e, egyszer az egyik oldalán van bújtató, aztán a másik oldalán. Na most ahogy változik mindig a politikai helyzet, tudják, ez olyan, mint a zakó, amelyiknek csak az egyik fele van kifordítva, és soha nem tudnak bebújni. Úgy lehet a történelemfüzetet hol innen nézni, hol onnan nézni, és kreativitásra neveli a gyerekeket, mert aki ebbe füzetet tud kötni, azt már nagy meglepetés nem érheti az életben. A szabadságról szeretnék beszélni önöknek, ugye hát a szabadság végül is nézőpont kérdése. Sokan a börtönökben azt hiszik, hogy ők vannak bezárva, pedig csak a börtönajtó. Na de az sem mindegy, hogy milyen kulcssal vagy milyen lakattal. Megmutatom először a magyar lakatot, ugye ez be van zárva, az ember így kihúzza, kinyitja. Mutatom még egyszer, bezárva, húzza, nyitja. Na most ez azért jó, mert bezárhatatlan, próbáltam, mutatom, kulcssal is sem erre nem lehet zárni, csak nyitni. Ez a zárhatatlan lakat, ez végül is a bizalom lakatja, hát erre szólít fel minket ma minden és mindenki ebben az országban. Na van ennél jobb ez a szovjet lakat? Igen, mert ott azért a bizalom nem olyan nagy, tehát látják, nem tudom kinyitni a lakatot, úgyhogy kénytelen vagyok így a körmömet használni. Ha így eltekerem, akkor már is nyílik az egész. Ebbe a lakatba az a nagyon jó, hogy csak úgy becsukni nem lehet ám, ahhoz kulcs kell. Megint nem nyílik, mutatom még egyszer, így körömmel, teker, nyit. Na, hát ebből tudják, egyetlen egy igazi nagy tanulság van, ugye, hogy a Szovjetunióban eddig csak bezárni tudták, kinyitni nem.